Jó estét kívánok! Önök a TV Eger Választás 2024 című műsorát látják, melynek keretén belül önkormányzati képviselő mutatunk be önöknek. A mai este folyamán a kettes számú egyéni választókerület képviselő jelöltjei mutathatják be programjukat, illetve ismertethetik meg magukat a választókörzetben élőkkel. Ebben a választókerületben összesen kilenc jelölt nevezte magát, mi mindenkinek biztosítottuk a megszólalás lehetőségét, ugyanakkor közülük mindössze öten érkeztek a stúdiónkba. A kettes számú választókerület Egernek a Lajosváros észak-nyugati részét foglalja magában, valamint a 60-i hóstja területét. Tehát erről a részről érkeztek most öten ma a stúdiónkba. Elsőként Halmai Sándornénak adnám meg a szót, akinek 5 perc áll, illetve mindenki másnak is 5 perc áll rendelkezésére arra, hogy ismertesse a programját. Halmai Sándorné a DK MSP Momentum és a Párbeszéd Zöldek képviselőjelöltje. Szép jó estét kívánok mindenkinek! Halmai Sándorné vagyok, és hát röviden az ellenzék közös képviselőjelöltje. Bemutatkozás után szeretném majd a kettes körzet tervezett programját ismertetni. 50 éve vagyok Egerben, 50 éve Egerváros az otthonom. Szeretem ezt a várost. Itt élem az életem, itt dolgoztam, itt nőtek fel a gyermekeim. 40 éves szolgálati időmből több mint 20 a csepelautó, régi csepelautó gyárában töltöttem el, jelenleg Cetep Hungária, és innen mentem nyugdíjba. Egész életemben fontos volt számomra, hogy segítsek, vagy hogyan tudok embereknek segíteni. Munkám révén 30 évet dolgoztam ebben a feladatkörben, igazán megmutathattam, hogy hogyan tudok segíteni embereknek, mert társadalombiztosítási ügyintézőként a családi pótlék, gyesgyed, nyugdíj volt a feladatom. Most a önkormányzati választások előtt gyakran fordult meg a fejembe, hogy miért ne segíthetnék még többet is. Így lettem a kettes körzet képviselő jelöltje. Aláírás gyűjtésnél jártam az utcákat, nagyon sok emberrel találkoztam és beszélgettünk. Így, mire az aláírás gyűjtés végére értem, ki is alakult egy program. Szinte kivétel nélkül mindenki elsőként említette, hogy a járdák és az utak, hát bizony, nagyon régiek és javításra szorulnának. Ezt magam is megtapasztaltam, és nem csak javításra helyenként, hanem teljes aszfaltozásra volna szükség. Beszélgetések során azt is megtudtam, hogy a körzetben lakók nagyon szeretnének a temető új részén egy ravatalozót, a temető előtti területen pedig parkolót az autósok részére. Aztán tovább járva az utcát találkoztam, Kutyusokat sétáltató gazdikkal, akik elmondták, hogy már nagyon szeretnének kutyafuttatót a kedvenceiknek. Aztán szóba került, hogy a közbiztonság területén is volna mit tenni. És így alakult ki tulajdonképpen a programom. Én úgy gondoltam, és úgy szeretném, hogyha. Bizalmat kapok, hogy az emberekkel gyakran találkozni, beszélgetni. Legalább havonta egyszer szeretnék velük megismerkedni, hogy elmondhassák a problémáikat, én azt összegyűjtsem. Egy híd szeretnék lenni az ott lakók és az önkormányzat, pontosabban a polgármester jelölt jelöltnek összegyűjtve elmondani ezeket a problémákat, és mivel természetesen egyedül nem megy, és bízom benne, hogy segítséget is kapok hozzá. Ezek a beszélgetések nagyon sok mindenre rávilágítottak. Szeretném, hogyha éreznék a körzetemben lakók, hogy nincsenek egyedül. Választ kapnak a gondjaikra, problémáikra. Valamikor nagyon régen gyerekkoromban sokszor hallottam a szeretteimtől, hogy nem az a fontos, hogy mit kapunk másoktól, sokkal fontosabb, hogy mit adunk másoknak. Mint egy, mai napig sem felejtettem el azt az intelmet, hogy járj nyitott szemmel, nyitott füllel. Én ezt a mai napig is ezt teszem, és ezt szeretném továbbra is, de azt is tudom, hogy ez kevés. Ehhez nyitott szív kell. És hiszek abban, hogy az összekapcsolódó kezek csodákra képesek. Tudom, hogy beszélgetések nélkül nincsenek emberi kapcsolatok. És én ezt szeretném tenni. Én köszönöm a lehetőséget, hogy nagyon röviden ennyit elmondhattam, és képviselőjelölt társaimnak sok sikert és jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Alma és Sándornét hallották, a DK -MSP Momentum párbeszéd képviselőjelöltjét. A következő öt percet Bognár Ignác használhatja ki a Mi Hazánk Mozgalom képviseletében. Jó estét kívánok! Nagy lehetőség tíz év után újból ebbe az EGRI stúdióba lehetek. Az előző választáson kizárt bennünket az akkori tévé igazgatónője most megadatott, hogy elmondhatom azt, amit öt éve is gondoltam volna, hiszen én nem változtam. Én kezdetettől fogva nemzeti radikális érzelmekkel bírok, és a mi éptől a jobbikon át, a összefagási jobbegerét, most a mi hazánk mozgalmat próbálom képviselni a közgyűlésben. Aki egy körzetet akar képviselni, az nem menjen a közgyűlésbe. A közgyűlés nem arról szól. Egész egerért kell dolgoznunk, egész hazánkért, egész nemzetünkért. A közgyűlésben volt olyan időszak 9 éven keresztül, hogy 12 fideszes volt, és semmiről nem tudtunk dönteni. A frakciólésen mindent eldöntöttek. Tehát Isten mentsen meg egy olyan városvezetés, hogy megint egy pártnak a döntő többségével legyenek jelen a képviselői, az nagyon rossz irányba vinni a várost. A magamról, akit a közügyek érdekelnek, igazából nem is kellene sok mindent mondanom, hiszen már aki a tévében ezt a kis időt arra tölti, hogy ezt a műsort végignézze, az érdekli a a közélet, a közügyek, a politika. Sopronban végeztem faipari üzemmérnökként. Három gyerekünk van, három unokánk, első feleségemmel élek, aki még mindig aktív óvónő. A közéletben nem csak a politikában tevékenykedem, hanem fertájmester vagyok 2020 óta, az EGRI vasasban sakkozom, de jelentősen hozzám köthető a trianoni megemlékezések szervezése, a székely őrtűz gyújtása, vagy legutoljára, amit idén végeztünk, a felvidékről kitelepített magyarok kopjafájának a felállítása. Mindig próbáljuk azt a részt mi képviselni, amit igazából a város nem igazán vállal fel, sőt, politikai kicsinyes haszonszerzésnek illetnek egyet egyesek, de nem szabad, hogy mi kihagyjuk, mert a mi generációnk kihal, akkor már nem lesznek, akik csinálják, hiszen nagyon sok nagymama, szülő Skype-on látja az unokáját, meg ugye Brüsszelből, meg akár Írországból vagy Amerikából tud csak kapcsolatot teremteni. Mi azt szeretnénk, hogy Magyarországon a magyarok itthon jól érezzék magukat, és ha Magyarországnak jól megy, akkor Egernek is jól megy, ha Egernek jól megy, akkor nyilván a körzetnek is jól fog menni. Ha végignézünk most Eger városán, hát mint egy bohóc ö, plakát halmaz, nem kimélik egyesek a belvárost, a dobóteret tették tönkre, az Eszterházi teret, jönnek ide turisták, és mit látnak, hogy csüngenek a póznákon emberek. Mi nem pózna versenyt szeretnénk nyerni, hanem választást. A, mégis egy-két konkrét dolgot, hogy mi az, amit képviselnék Egerért. Például piaci versenyt az egri piacon. Az törhetetlen, hogy egy kartelt kialakítanak, és nem lehet olcsóban venni epret, aki olcsóban termeli attól sem, mert azt elzavarják. Vagy például ránk telepettek óvodai és iskolai étkeztetésre idegenek. Idegen alapanyagot használnak fel, messziről hozzák, silányabb lett a minőség. Mindig a helyét, a kisebbet választ, mi ezt képviseljük. Kátyúzás, kutyafuttató, mindent ígérnek itt. Hát ha annyira fontos a járda, útépítés, vegyen a város egy kátyúzó gépet, akár még bérbés is kátyúzhatnánk, mondjuk mezőkevesden, füzesabonyban, termelne bevételt. A Ígéretekben van, aki azt írja, hogy Eger az első, a fenét Eger az első. Utána meg felírja azt, hogy a közvetében mit szeretne csinálni, közösségi teret, járdát, utat, kutyafutót, minden nyaveját. Tehát ellentmondásban keverednek egyesek. A kormánypártiak meg azt hazudják, hogy aki nem rájuk szavaz, az háborúz akar meg. Baloldalra szavaz. Hát ezt a mi hazánkra ráfogni, hát elég aljas egy üzenet. Úgyhogy nem akarom minősíteni azt a másik minisztert, aki meg azt mondta, hogy aki nem a ő jelöltjére szavaz, akkor nem fog jönni pénz. Hát milyen hozzáállás ez? Hát szégyeljék magukat. Mi Egerét úgy szeretnénk dolgozni, hogy nem feladva a politikai és erkölcsi gondolatainkat, de kompromisszumot kötni bármelyik képviselő társammal, vagy a polgármesterrel is. Hiszen úgy nem lehet, hogy frakciólésen döntsék el, hogy mit szavaznak meg egy előterjesztésről, hiába volt nekünk rengeteg ö, módosításunk, érvünk, leseperte a 12 Fideszes képviselő 9 év alatt, szinte semmit nem tudtunk elérni. Ilyen városlatot és nem szeretnék még egyszer Egerbe. Hát itt felírtam nagyon sok mindent, hát egyik a legfontosabb, hogy üzenjem, hogy nincs elveszett szavazat. Aki ezt hazudja, még annak se igaz, aki függetlenre szavaz, hiszen ő elvesz valakitől egy szavazatot, és ezáltal gyengítette egy másik listát állító szervezetnek a csapatát, hiszen tudható a választási rendszerből, hogy a nem nyert képviselőknek a szavazatai összeadódnak, és a négy kompenzációs lehetőségből mi szeretnénk legalább egyet megszerezni, de legjobb volna körzetet nyerni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Bognár Ignácot hallották a Mi Hazánk mozgalom képviseletében. A következő Góca Attila 5 perc áll rendelkezésére a Civil Közéleti Egyesület nevében szólalhat meg. Üdvözlöm a kedves nézőket! 19 éves korom óta élek Egerben, akkor kezdtem meg a tanulmányaimat a tanárképző főiskolán biológia testnevelés szakon. Itt Egerben ismerkedtem meg a feleségemmel, 38 éve vagyok nős, van egy fiam és egy három éves lányunoka, boldog nagypapájának mondhatom magam. A választókerületemben, a 60-i 1987 óta élek, de nem most a számomra a Lajosváros rész sem, mert rengeteget jártam oda sportolni, és az évek alatt nagyon sok barátot szereztem ott. A főiskola után a feleségemmel legerben képzeltük el a jövőnket azonban sajnos nem tudtam tanárként elhelyezkedni, Egerben és környékén nem volt akkor szabad tanári állás, ez jelen pillanatban az nem igazán jellemző, és ekkor akadott egy lehetőségem, és a heves megyei Rendőr Főkapitányságon kezdtem el dolgozni, ezzel párhuzamosan elvégeztem a rendőrtiszti főiskolát. A különböző raglitrán végigjárva több beosztást betöltve végül is rendőr alezredesként egy speciális bűnügyi terület megyei osztályvezetőjékén kerültem korkedvezményes nyugdíjba. A 2010-es évek elején éreztem úgy, hogy nagyobb szerepet kell vállalnom a közéleti kérdésekben. Nem igazán volt tetszetős az a folyamat, politikai folyamat, ami akkor az országban zajlott. Társaimmal létrehoztuk az Országos Szolidaritás Mozgalom EGRI szervezetét, amely később szervezője, motorja lett a választásokon, a 2014-es választásokon az ellenzéki összefogásnak. 2014-ben az ellenzéki összefogás kampányának a vezetője voltam, 2019-ben pedig tagja szintén az ellenzéki összefogás kampánystábjának. Ekkor tapasztaltam azt, hogy sajnos a jelöltek nem minden esetben tudtak elhatárolódni, illetve függetlenedni a őket delegáló pártoknak az érdekeivel, érdekeitől, és ugyan ez is, ez is vezethetett és vezetett a kudarcoz, illetve az ellenzéki koalíciónak a széthullásához 2019-2020-ban. Jelen pillanatban én úgy látom, hogy a, a, a széleskörű, valóban pártérdektől mentes ellenzéki összefogást a civil-közületi egyesület képviseli, még hogyha el is akarják ezt az ellenzékéséget tőlünk tagadni hiszen a jelölteink, a jelöltársainkkal széles palettáját lefedjük a politikai oldalaknak, a ideológiai nézeteknek, szakmai tapasztalatoknak. A programmal kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy természetesen nem térnek el azok a tervek, amit gondoljuk, hogy folytatni kell és csinálni kell. Én úgy értékelem, hogy a nagyon-nagyon nehéz körülmények ellenére a városvezetés, a jelenlegi városvezetés egy eredményes ciklus zárt, amely érdemes a folytatásra. Véleményem szerint, azok a programok, amiket indítottak, a járdafelújítási programok, útburkolatjavítások, olda korszerűsítés a térfigyelőkameráknak a bővítése, sportolási lehetőségek, szabadtéri sportolási lehetőségeknek a bővítése, létrehozása, ezek folytatható, folytatandó jó kezdeményezések, és természetes az, hogy valaki. Aki az eredményeket akarja látni, az találhat eredményt, aki a hiányosságokat, az fog hiányosságot találni, hiszen nincs olyan város minden, megoldanak rövid időn belül, és mindenki mindennel elégedett. Magamról annyit szeretnék mondani, hogy a szakmai tapasztalatom a közéleti tevékenységem során tapasztaltak alapján egy erős, következetes, közvetlen kapcsolattartáson alapuló érdekképviseletet ígérek a választóknak. A telefonszámom, e-mail címem, Facebook elérhetőségem nyilvános, aki szeretne, az bármikor kapcsolatba léphet velem, és ez a kapcsolat alapköve egy eredményes képviselői munkának. A elmondottak alapján kérem azt, hogy a civil közéleti egyesület jelöltjeire szavazzanak, és köztük ér rám is június 9-én. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Mi is köszönjük szépen Góca Attilának, hogy bemutatkozott a televízió nézőknek. Egy független képviselő jelölt következik 5 percben, Lájer Krisztián. Köszönöm szépen. Tisztelt Egriek, kedves barátaim! Lájer Krisztián vagyok, 29 éves, tőzsgyekeres Egri fiatal és a Lajosváros lakója. Születésem óta itt élek, ez az otthonom, és hiszem, hogy a jelenlegi képviselettől sokkal többet érdemel, nem csak a város ész, de a benne élők is. Hasonlóan dél városhoz ideje, hogy ennek a körzetnek is olyan képviselője legyen, aki elérhető nem csak öt évente, hanem minden nap. Aki ismeri az itt élő embereket, igényeiket és véleményüket. Aki nem politikai tőkének tekinti a képviselőséget, hanem kötelességnek és kemény munkának. A körzetrésznek sajnos éveken keresztül nem valósult meg a tényleges képviselete, hangzatos szavakkal mindenki tud, és akar is élni választási kampányba, de ezeknek a hétköznapi komfort növelő tényezőknek a megvalósítását én úgy gondolom minden közöttben és szomszédos közöttben lakó megérdemli. Megválasztásom esetén a következő négy cél tartom a legfontosabbnak. Nyugat Lajosváros és Hatvani Hóstja megérdemel egy buszjáratot. Új buszjárat bevonása a mindennapokba, melynek megállói közéket kellene tartoznia a színháznak, Hatvani Temetőnek, Szépasszonyvőjnek, Lajosvárosi Temetőnek, köztársaság téri egészségközpontnak, bevásárlóközpontoknak és majd a végállomásnak. Kialakítása a lakókkal egyeztetve történik majd. Közösségi terek, kutyafuttatók. Lajosváros város részen sajnos több lakossági megkeresés ellenére sem sikerült új közösségi tereket létrehozni, illetve ami mindannyiunknak nagy szívfájdalmunk, az egy kutyafuttató. Ennek hiányában sajnos kedvenceinket, betonos focipályákon tudjuk csak lemozgatni. Jó magam kutyásként bátran állíthatom, hogy a körzet jócskán bővelkedik hasznosítatlan területekben, melyek kiválóan alkalmasak lehetnének, mint kutyafuttató, vagy éppen, mint közösségi terek kialakítására. Kül- és belterület rendezése. városunkban egyedi esetként kezeljük a Kékó utcát, mivel rekonstrukció mindez ideig nem történt, azzal a kifogással, hogy az utca külés belterületi öö, besorolása nem tisztázott. Én úgy gondolom, hogy Eger egyik leglátogatóbb helyszínéhez, látogatottabb helyszínéhez vezető út, mind állapotát tekintve, mind helyzetét tekintve méltatlan. Amennyiben bizalmat szavaznak a választók, abban az esetben első ügyünk egyikeként rendezzük az út viszontagságát, illetve a vezetését. Az aszfaltozás pótlását, mellyel melyel a város önöknek több ciklus óta adós már. Közvilágítás fejlesztése. Jó magam is rendszeresen közlekedek este az Attila utcában, és megfelelő szakaszok kialakításának hiányában sajnos az út szélén kell közlekedni egy hosszú szakaszon át, melyen az elavult közvilágítás miatt fakazottan baleset veszélyes. Ám ez egy a sok utca közül, ami hasonló állapotban van. Hiszem, hogy a városnak ilyen téren is fejlődnie kell. Én úgy gondolom, hogy több helyen és bizonyítottak a ledes utcalámpák, nem beszélve arról, hogy használatuk jelentős mennyiségű adóforintat spórolna meg nekünk, egri lakosoknak. Hiszem, hogy mind városunk egésze, mind a kettes körzet megérdemli a valódi független pártok nélküli képviseletet. Én erre vállalkozom. Kérem, hogy június 9-én tiszteljenek meg szavazatunkkal engem, Lája Krisztiánt és Tarsó József független polgármester jelöltet. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen mi is és a televízió beszélgetés utolsó résztvevője, a Keteszem választó kerületből Ádám Anett, aki az Egerért Most Egyesület nevében kap öt percet. Üdvözlöm a nézőket, és köszönöm a TV Egernek a lehetőséget a bemutatkozásra. Életem legnagyobb részét a turizmusban töltöttem, Eger mindig is szerelm-város volt számomra, de most szégyellem magam. Eger turizmusáért majdnem tíz éve dolgozom, a városban szálláshelyet helyet is üzemeltetek. A hozzánk visszatérő vendégektől az elmúlt két-három évben sajnos már nem csak pozitív visszajelzéseket kapok, ha a városról beszélgetünk. Szégyellem magam egy-egy ilyen beszélgetés során, mert az általam is imádott városunkat nem az ápolt külső, nem a tisztaság, nem a jó illat, nem a jó kedvés derűhatja át. A lakosok elégedetlenek, a vendéglátásban, szálláshelyszolgáltatásban érdekeltek, életét folyamatosan az utcák szennyezettsége, Romló állapota, a nyakigérő fű, a strand leamortizáltsága, a programok minőségének romlása és a hozzánk látogató turisták számának csökkenése foglalkoztatja. Gondolta volna, hogy Egerben minden második ember közvetve vagy közvetlenül érintett a turizmusban? Szégyellem magam, amiért a tur Turinformal és a civil szervezetekkel karöltve, Eger magánszálláshelyének, Egyesületének alelnökeként az elmúlt pár évben már nem tudtunk önkormányzati partnerséget elérni, megfelelő támogatást szerezni. Minden erre irányuló egyeztetésünk, lobbing, koncepciónk süket fülekre talált. Van nekünk egy gárdonyi gézánk, nem kell ide város marketing. Halljuk évek óta. Holott egy magas minőséget és polgári értékeket képviselő város is lehetnénk újra. A turizmusból befolyt magasabb bevételből lehetne tisztábbá, virágosabbá tenni a várost, élhetőbbé tenni az itt élő emberek életét is. Én a Lajos város és a hatvani Hóstya találkozásánál élek, a kertvárosi emberek számára már megszokott, hogy a házuk előtt lévő közterületeket gondozzák. Mi is rendszeresen nyírjuk a füvet az előttünk lévő buszmegállóban, söpörjük az ott összegyűlt port. De mi van azokkal a területekkel, amiket az ott élők már fizikailag nem tudnak ápolni, esetleg kihaltak a tulajdonosok? Mi van azokkal a parkokkal, közterekkel, amik önkormányzati hatáskörbe tartoznak? Hála Istennek, a körzetemben van pár olyan civil aktív lakóközösség, akik egy-egy ilyen park gondozását felvállalják, de néha nekik is el kellene a város segítsége. Ehhez viszont élő és napi kapcsolattartása van szükség az önkormányzat és a lakók között. Ígérem, hogy ezt mindig biztosítani fogom a választóimnak. Kutyasétáltatás közben szoktam beszélgetni a többi kis állattulajdonossal, hozzánk aránylag közel van az érsekkert, pár perc sétára, de az már nonsense, hogy a Lajosváros távol, távolabbi részéből kocsival hozzák a kutyákat a kutyafuttatóba. Nincs a körzetemben egyetlen olyan park sem, ami kis állatbarát lenne, vagy olyan, ahol minden generáció megtalálhatná a maga számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. A lányaim a bicikli parkból haza kell, hogy jöjjenek, hogyha elfogy az ivóvizük, mert nincs egy ivókút sem a körzetben, ahonnan vizet tudnának engedni. Örülök a lehetőségnek, amit az Egerért most Egyesülettől kaptam, számomra megtiszteltetés a körzetemben élő képviseletét felvállalni. Itt az idő, hogy civilek is szót kapjanak a közgyűlésben, hogy a városban élőket is meghallgassák egy-egy fontosabb döntéshozatal előtt. Erre az Egerért Most Egyesületnek már kidolgozott és működő applikációja van. Legyenek önök is felhasználók, tegyünk a városunkért most. Garanciát vállalok arra, hogy a körzetemben élő problémáit meghallgatom és arra megoldást találok. A parkolási gondokra sürgősen egy működő koncepciót kell készíteni, a négysávos zöld hullámát a négysávoson kell tartani, nem a zöldövezetben élők ö, kell terhelni az autósok egérút keresésével. Június 9-én számítok a támogatásukra, tegyünk együtt, egerért most. Köszönjük szépen Ádám Kedves nézőink, a TV Eger Választás 2024 című műsorában ez alkalommal a kettes számú egyéni választókerület képviselő jelöltjeinek biztosítottunk lehetőséget arra, hogy bemutassák programjukat, illetve bemutatkozzanak Eger lakóinak. Összesen kilencen jelölik magukat jelenlegi információnk alapján ebben a választókerületben, ebből öten vettek részt ezen a beszélgetésen. Köszönjük szépen a résztvételüket Halmai Sándornénak a DKMSP Momentum párbeszéd Zöldek képviseletében, Bognár Ignácnak a Mi Hazánk Mozgalomtól, Góca Attilának a Civil Közéleti Egyesülettől, Lája Krisztián független képviselőjelöltnek, valamint Ádám Anetnek az Egeriet Most Egyesület képviseletében. Köszönjük szépen! További szép estét kívánok televízió nézőknek!